Sok szeretettel köszöntöm Önöket, kezdődik Székesfehérvár városrészeit bemutató sorozatunk következő része. Két részben beszélgettünk már a vízivárosról, most a következőben már a felsőváros lesz a téma. Felsőváros is rengeteg kincset és titkot rejt magában, amelyet megismerhetünk vendégeinknek köszönhetően. Így aztán már is köszöntöm tehát a vendégeket, elsőként Sükös Gézán és Üller Erzsébetet, a Felsőváros Jussa helytörténet könyv szerzőjét, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szeretettel üdvözlöm a nézőket. És sok szeretettel köszöntöm a műsor állandó szakértőjét, Váci Márkot, a Magyar Városkutató Intézet munkatársát. Neked már nem is tudom, mennyire köszönjem meg, hogy itt vagy. Sokat dolgoztunk most is az előkészületeken, hiszen a tévénézőknek szeretném mondani, hogy nyilván, ha városrészekről van szó, akkor nem csak beszélgetünk róla, hanem meg is mutatjuk a képeket. Sőt, lesznek majd csemegék is, hiszen igazi népviseleti régi fotókat is láthatunk majd, mert hogy erről is szó lesz a felsőváros kapcsán. Azt hiszem, hogy vágjunk is bele, kezdjük azzal, amivel ilyenkor szoktuk, be kell határolni, hogy melyik is a Székesfehérvár felsővárosi része. A felsőváros az egy elég érdekes képződmény ebből a szempontból, hiszen több városrész határolja és veszi körbe. Igazából az északi határa az egyetlen, amelyik a városnak a belterületi határához igazodik, ez a Szent Flórián körútnak a környéke, és aztán ezt leszámítva igazából ugye szomszédos városrészek között helyezkedik el, így délről ugye a belváros határolja, majd ezt is megbeszéljük időközben, hogy hol is húzódik ez a határ, illetve milyen lehetőségek vannak erre behatárolásra pontosabban, illetve a Palotaváros, mint nyugati határ, egy nagyon fontos határvonal, nagyjából a Palotai út környékéről beszélhetünk, és hát ugye a víziváros, ami már a múltkori alkalommal szóba került, tehát ugye nagyjából a bíróság, az evangélikus templom környéke a felsővárosnak a keleti határa. Milyen múltra tekint vissza első írások? Mikor kezdődött az élet felsőváros területén? Ahogy a víziváros kapcsán is elhangzott ugye az előző két adásban, már a felsővárosnak is voltak korai előzményei. Itt elsősorban egyébként az egyházi épületekre, intézményekre kell gondolni. Több kisebb templom, illetve kápolna volt megtalálható ezen a környéken, amelyeket Siklósi Gyula feltárt, és be is mutatott egyébként az egyik utolsó nagy munkájában, a Székesfehérvári Szent Helyek felsővárosi kötetében. Megtalálhatók voltak itt különböző kisebb kolostorok, illetve szerzetesi közösségeknek a lakóhelyei, és természetesen kialakultak kisebb telepszerű képződmények. Ugye ezeket a kolostorokat el kellett látni, ugyanis nem mindenhol voltak a szerzetesi közösségek önellátók, tehát azért voltak kertészek nyilván, voltak kisebb kereskedők és gazdálkodók ezen a környéken. Azt mindenképpen érdemes már most hangsúlyozni, hogy a felsőváros volt a városnak az egyik olyan hagyományos paraszti város része, amelyik még a 20. század második felére is részben megőrizte ezt az arculatát. Tehát tulajdonképpen nagyon messze múltra tekinthetünk vissza a felsőváros tekintetében, és az egyházat emeltet ki. De aztán utána az élet nyilván változott itt is, megjelent sok minden más. Igen, hát ugye ez a virágkora az akkori budai külvárosnak, hiszen akkor így nevezték, nagyjából a török hódításig tartott. Na most a budai külváros elnevezésről azért mindenképpen érdemes beszélni. Ugye a mai budai útnak a nyomvonala az jóval később alakult ki, mint ahogy ugye az utak itt Székesfehérvár körül megszerveződtek és kirajzolódtak. A régi budai út az nagyjából a mai királysor környékén jött be a városba, és aztán az egykori várkapun, a budai kapun keresztül érkezett be ugye a belső várba, amit ma belvárosnak nevezünk. Ugye ez a belváros azért kitágult az Icsi-liget széléig. Én az Icsi-ligetet viszont már csak azért is, mert a belvárosnak annyi értéke van, hogy egyszerűen nem lehet számba venni. Én ezt már inkább a felsővároshoz sorolnám pont azért, mert ez egyfajta átmenetet képez területi, illetve történeti szempontból is. Gyakorlatilag a mai Varkocs-szobor környéke volt a történeti belvárosnak az akkori határa. A Varkocsnak azért van nagy jelentősége a szobornak, illetve a budai kapunak, hiszen amikor 1543. szeptember 2-án a törökök megérkeztek Székesfehérvár falai alá, akkor Varkocs György várkapitányt,
hát Szulejmán szultánnak a hamis ígéretét számba véve, illetve betartatva a városi polgárok kizárták Varkos Györgyöt és a katonáit a várból, akik éppen ugye portyáztak a környékbeli legerőkön, ingoványokban, őket lekaszabolták a törökök, majd amikor ez a hadmozdulat megtörtént, ez a mészárlás, akkor a városi polgárok kinyitották a budai kaput, és a török katonaság pedig beözönlött a városba. Természetesen azokat az ígéreteket, amiket levélben beküldtek a várba, nem tartotta be a katonaság, ez talán egyértelműnek is tekinthető, és aztán egészen 1688 májusáig itt állomásoztak egyébként a török seregek, tehát 145 éven keresztül. Meg is tudjuk mutatni egyébként a Varkolt szobrot azoknak, akik esetleg nem tudnák, mert nem hiszem, hogy nagyon van ilyen, nagyon hangulatos rész a szobor környéke. Székesfehérvár belvárosában, de itt a magyarázat, hogy Felsővárossal kapcsolatban, akkor miért hoztuk szóba? Igen, hát ugye a budai kapu az ezen a területen helyezkedett el, mai Országzászló tér, illetve Várkapu utca környékén, ezért is kapta ugye az utca Várkapu utca elnevezést, és itt történt meg ez a mészárlás, tehát krónikák és korabeli tudósítások leírják, hogy Varkocs Györgyöt, mint várkapitányt, aki ugye a hadak élén próbált volna bevonulni a városba, valahol a kapu közelében mészárolták egyébként le, tehát ezért kapta ő ezt a szobrot ott azon a téren 1934-ben, és ugye ha már a budai kapu szóba került, ennek ugye egy emléktáblája megtalálható természetesen a városban, ezt érdemes is megnézni. Magát a védműrendszert, illetve a kaputornyot József Nádornak a látogatása idején bontották vissza. A torony még az 1870-es években egyébként látható volt, és aztán később ez is eltűnt erről a környékről. Én azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy a városrész bemutatását egy kicsit megszakítsuk, és beszéljünk egy kicsit vendégünkről, aki folyamatosan, lelkesen bólogat, ez azt jelenti, hogy Erzsébet is bizonyára jól ismeri a Felsővárost, és a könyvben szerepelnek ezek a régi történelmi emlékek is? Igen, a könyv ezzel kezdődik, ugyanis úgy éreztem, hogy az első rész Felsőváros története, és utána a néprajzi rész. Mindenképpen még alaprajzokkal is tudjuk igazolni, hogy melyik részen feküdt Felsőváros, és ahogy Márk mondta, igen, valóban itt laktak a szerzetesek, a kolostorok, a tiszteletesek, és minden kiszolgáló egységük. Hát megpróbálták megteremteni. Ebbe különösen az az érdekes még így visszamenően rágondolva erre az időszakra, hogy milyen logikusan gondolkodtak, hogy ezen a városrészen kell kialakítani ezeket a mezőgazdasági területeket. Annak ellenére, hogy nekik is voltak kertjeik, és ők is dolgoztak, tehát a felsővárosiak kiszolgálták őket. Folytassuk akkor a bemutatást, szerintem a városrészsel, a könyvre többször vissza kell majd utalnunk, hiszen akár az egyház, akár a szokások tekintetében sok izgalmas dolgot rejt. De látogassunk mi el Királykútra, aminek az az érdekessége, hogyha valaki előtt van a Királykút lakótelep, hát bizony a kockaházak javából, ahogy szoktuk mondani, a szocialista rendszer épületei, és mégis ott bújik meg a tövében egy olyan épület, amiért maga a gyönyörűség, főleg amióta rendbe hozták. Néhány régi ház, parasztház, polgárház azért még például Forgóutca környékén látható. Hát maga a lakónegyed az tényleg egy paneles beépítésű terület, illetve hát a Mikszáth Kálmán utca, ami ugye szintén ott a szomszédban terül el ugyancsak. Ugye a Királykút emlékház az egy egykori, középkori kútháznak és a hozzátartozó kútnak a helyén épült fel. Ezt a kutat belefoglalták ugye az épületbe, felújították egyébként, és ez volt a városnak az egyik közkútja. Egyébként egy nagyon fontos funkciót látott el, hiszen az egykori budai út felől, tehát Budáról, a székes fővárosból a királyok itt vonultak be, akár a törvénylátónapokra, akár a koronázásokra, és itt tisztálkodtak, itt mostak kezet, ugye volt a király koronázásnak egy nagyon fontos mozzanata, a városba, a koronázó városba beérkezve a királynak kezet kellett mosnia. Lemosta magára az útporát, és ugye tisztán járult az Isten,
és a nép elé tulajdonképpen. Tehát ez volt egy ilyen rituális jelképes cselekedet, és erre itt került sor minden egyes koronázás alkalmával. És aztán a barokk kornak a vége felé, az 1780-as években jött létre az az épület, amit ma is láthatunk néhány átalakítás, illetve bővítés után természetesen. Ebben az épületben egy kovács műhely is működött, 1888-tól kezdődően, majd a következő adásban erről láthatunk archív fotókat is, és 1911-ig, amíg a városban ki nem épült a vezetékes vízhálózat, a különböző város részek megfelelő napokra beosztva innen hordták a vizet haza. A víz minőségéről, jellemzőiről tudunk valamit? Hát ugye ma már nem ivóvíz minőségű, tehát ma már csak díszkútként szolgál. Az emlékház előtti téren látható az egykori csatornának egy darabja. Azt a kutatók egyébként feltárták, akik többek között itt a vízvezeték hálózatával foglalkoznak Székesfehérvárnak, illetve magának a Királykútnak a történetével, hogy ez egy rendkívül jó minőségű víz volt. Igaz, hogy ezen a területen voltak állattartó családok is, de arra nagyon odafigyeltek, hogy ebbe a csatornába semmilyen szennyeződés lehetőleg kívülről ne kerüljön bele. Tehát igyekeztek a víznek a tisztaságát megőrizni. És nagy örömünkre a Királykút emlékház teljes pompájában szolgálja az odalátogatókat napjainkban is. Ugyanezt tudjuk elmondani a következő épületről, amelyről beszélni fogunk, ez a Szent Sebestyén templom. És az előtte lévő szobor természetesen. Nem tudom, hogy melyikötök fogja a templom történetét bemutatni. Hát én nagyon röviden szeretnék csak a templomról beszélni, hiszen akár egy teljes műsort is szentelhetnénk ennek. Az 1780-as években épült meg az a plébánia épület a Móri úton, ami ma is látható, és plébániaként szolgál. Ekkor még egy kis kápolna helyezkedett el a mai templom közelében. Egy egykori mészárszéknek a területén került ez egyébként akkor felépítésre. Az egyik első székesfehérvári püspök alapította, ugye a székesfehérvári püspökség 1777-ben jött létre, tehát nem sokkal később tették le a kápolnának az alapkövét. És aztán 1801 és 1803 között épült fel a mai területen a Szent Sebestyén tiszteletére felszentelt templom. Azért Szent Sebestyénről nevezték el ezt a templomot, és azért ő a védőszentje nem csak a felsővárosnak, de a városnak is, hiszen ő egy pestis szent volt, és itt az 1700-as évek elején ugye egy nagy pestis pusztított, a Rákóczi szabadságharc kellős közepette. Ráadásul, és ennek az emlékére, a megmenekülés emlékére, ugye Szent Sebestyénnek, mint vértanú pestis szentnek szentelték fel ezt a templomot, és aztán az előtte álló Szent Háromság emlékmű, ami eredetileg az Icsi-ligetnek az elején volt megtalálható belváros felőli részen, a 60-as években került át ide. Én azt gondolom egyébként, hogy nagyon jó helyen van, hiszen a Szent Háromság emlékműveket is elsősorban a pestisből való megmenekülés idején állították, egyfajta hálaadásként. És ha Szent Sebestyén szóba került, akkor mindenképpen érdemes azt is kiemelni, hogy Székesfehérvárnak Szent Sebestyén nap egy nagyon fontos fogadalmi ünnepe, hiszen amikor itt a pestis járvány elvonult a városból, akkor ugye a város egységesen fogadalmat tett, hogy hálaadó szentmisét fognak ugye celebrálni Szent Sebestyén, Szűz Mária és természetesen Jézus Krisztus tiszteletére ezen a napon, amit egyébként azóta is tartanak folyamatosan. És akkor azt hiszem, hogy itt kell beszélnünk a szokásokról, amelyek sokszor köthetők az egyházi ünnepekhez, eseményekhez, de a felsővároson azért sok népszokás maradt fent, amelyet ismerhetünk többek között a könyvednek köszönhetően. Beszéljük akkor néhányról, hogy aztán meg tudjuk nézni majd a képeket is. Hát még annyit a Márs szavaihoz szeretnék hozzáfűzni, hogy a templomatikáján egy nagyon szép szobor őrzi Szent Sebestyén alakját, és ez a szobor már többször felújításra került, és általában a városrész lakói adták össze rá a pénzt. És majdnem a templomhoz kapcsolható még a Szent Vendel kápolna, ami a juhászoknak az emlékére épült, és azt se hagyjuk ki, hogy végeredményben a Szent Sebestyén templom a juhászok temploma is volt. Minden évben itt gyűltek össze, és itt kötötték a nagy üzleteiket, fogadták a következő évre, felhívták, felfogadták a számadóikat, és
Nagyon sok rész foglalkozik a szakrális emlékekkel a könyvbe, amiből igazán részletesen meg lehet tudni a templom történetét, és amikor Mária Terézia már 1711-ben alakított püspökséget, Székesfehérvárot, és a püspök a mai napig megtiszteli a Szent Sebestyén templomot azzal, hogy január 20-án Szent Sebestyén ünnepén bevonul a városba, és a többi városrész hívő katolikusaival együtt mennek be a templomba, ahol a városatyák fogadják őket. Hát ennyivel szerettelek volna kiegészíteni, de még nagyon sok minden fűződik ehhez a templomhoz, amit szerintem, hogyha a könyvet elolvassák, mindenki értesül róla. A népszokásokról kérdeztél. Hát mielőtt erről egy szót is mondanék, hadd szeretnék fogadalmat tenni az adatközlőimnek, hogy azokat a titkokat, amiket rám bíztak, mivel ennek a műsornak a Városrészek titkai a címe, úgysem fogom elárulni. Akár élők, akár holtak, mondták. A népszokások annyira összefűződnek ezzel a városrésszel, hogy minden városrésztől teljesen különböznek. Nem is tudom, hogy hol kezdjem. A viseleteket hagynám utoljára, mert az a leggazdagabb volt. Talán a szokásokat, templomhoz fűződő szokásokkal kezdeném, mivel azzal fejeztük be az előbb. A felsővárosi embereknek talán rangjuk szerint a templomba helyük volt. Meg volt, hogy kik ülnek az első padsorokba, kik hátrébb, és általában a szegényebbek hátul álltak. Ez annyira kötelező volt, hogy nem is mertek volna helyet foglalni olyan helyen, ahol nem illetékesek. A minden áldott alkalommal azok az emberek, akik hívők voltak, már pedig felsőváros népe az egyik leghívőbb városrész volt, elmentek például karácsonyi szezonban, elmentek a Rorátérre, elmentek rendezni, takarítani a templomot, utána elmentek délután a litániára, este elmentek a misére, elmentek a szentségimádásra. Mindent a városrész gazdái adtak össze, mindenre a pénzt, az oltárterítő, a miseruhától kezdve mindenre. És ez egy olyan nagy erőt adott az összetartásba, hogy egyik se akart lemaradni a másiktól. Még a legszegényebb is a töletelhető legkisebb összeggel hozzájárult ahhoz, hogy részese legyen annak, hogy milyen szép a templom. Rengeteg szokás fűződik a karácsonyhoz, nem akarok ennélre ragadni. Úgy érzem, hogy a templomi szokásoknak az egyik nagyon nagy, talán a legfontosabb része a templomi esküvők voltak. Az esküvők, mint minden városrészben vagy faluban, itt is különlegesen zajlottak. Megvolt annak a szokásrendszere, hogy hogyan öltözik fel a mennyasszony, kik kísérik, ki milyen ruhában van, milyen csokrot visz. Erről egyébként készült egy DVD is, amit a felsővárosiak 50 fős csoportjának tanítottunk be egy barátnőmmel, és megörökítettük ezeket a szokásokat. A szokások közül nem akarom kihagyni még az első áldozást, bérmálkozást. Most az első áldozást csak azért szeretném egy picit kihangsúlyozni még, hogy már 6 éves koruktól ott álltak az atyák mellett a nagyon szép ruhába öltöztetett fiúk, és mindig lefotóztatták a szülők az első áldozókat, úgyhogy öreg korukig a fényképük kint volt az éjjeli szekrényen. Beszélünk majd még a népviseletekről is természetesen, de itt az ideje, hogy tovább menjünk. Ugye az épületekben volt szó a Szent Vendel kápolnáról, és ezt láthatták is nézőink, még a felsővárosi plébánia, amit nem említettünk, és ugyanehhez az épület együtteshez tartozik.
Igen, ugye az 1780-as évek elején épült fel, ahogy említettem, a korabeli kápolna tartozott ugye a plébániának a területéhez, illetve az 1780-as években jött létre a városrésznek az egyik fontos temetője, a mai Fecskeparti temető, ugye Kálvária temető hivatalos neve, de Sörpince temetőnek is nevezték, hiszen a sörpincék ezen a területen voltak megtalálhatók. És ha már a temetőknél tartunk, a másik fontos temető, ugye a Felsővárosnak a Csutora temető volt, a feltámadás temető. Nem volt igazából különösebb elosztás, hogy ki hova temetkezett, nyilván megvoltak a családi hagyományok, illetve hát az utcák elhelyezkedését is azért figyelembe vették a különböző temetkezéseknél, de azért vannak olyan családok, akik kifejezetten az egyik vagy a másik temetőt választották egyébként maguknak nyughelyül. Nyilván a Csutora temető, ha lehet ezt mondani, valamennyivel ismertebb, a területe az ugye jóval nagyobb, és hát ugye a városi előkelőségek közül is ugye többen nyugszanak ott, ezért talán többen is látogatják természetesen, de nem szabad elfelejteni a magát a Kálvária vagy Sörpince temetőt sem a Fecskeparton. A temetők után egy egészen más feladatokat ellátó épületről beszélünk, de nagyon szép. Nekem egyik kedvencem a városban, ez pedig a bíróság épülete. Milyen múltra tekint vissza ez az épület? Nekem is az egyik nagy kedvencem, hanem a legkedvesebb épületem. 1902-ben törvényházként jött létre, törvényházi palotaként. Wagner Nándor volt a tervezője. Ugye egy neoklasszicista stílusban épült fel a 20. század elején. A Havranek kőfaragó műhely volt az, amely ifjú Havranek Antal vezetésével a kőfaragó és épületdíszítő munkákat elvégezte. Tehát az angyaloktól a címeren keresztül az utolsó oroszlán fejig és az emberfejes portrékig mindent ők készítettek, a stukkókat, a párkányzatot és minden egyebet. Ugye a Havranekekről már beszéltem korábban is, rádióban is ugye beszélgettünk már róluk. Nyilván ezt úgy kell elképzelni, hogy nem az egy vagy két éppen cégvezető, akik ugye a családi céget vitték, végezte az összes kőfaragó munkát. Ugye volt egy telephelyük a Királykúton, egyébként az első lakásuk az a Királykút utca 1-es szám alatt működött, és innen aztán több munkát átvittek a későbbi Bástya utcai kertjükbe, ahol ezekkel a munkákkal berendezték egyébként ezt a kertet. Illetve ugye Vásártéren lehetett őket megtalálni, hiszen itt kapták ugye legnagyobb megrendeléseket. Nyilván ez a sírkőtől a szobron keresztül a domborműig terjedő megrendelés volt, és hát természetesen azért városi célokra is dolgoztak, ugye maga a törvényszéki palota vagy törvényház is tulajdonképpen városi megrendelésre jött létre. A bíróság épületéhez kapcsolódik két sokkal újabb épület, gondolok a börtönre és a városi rendőrkapitányságra. Ezek mikor jöttek létre, és tudatosan ott gondolom a bíróság környékén? Hát a városi rendőrkapitányságnak a felépítés az annyira nem volt tudatos ebből a szempontból, hiszen egészségügyi célokat szolgált, ugyanis egy szanatóriumként működött. Itt egy tüdőszanatórium volt megtalálható, Pajspál szanatórium működött ezen a környéken, és aztán már jóval később lett belőle egyébként rendőrkapitányság. Részben ugye bérpalotaként funkcionált egyébként a korábbi időszakban, az építészeti stílusából és az elrendezéséből ez abszolút látszik. A fogház az szintén egy későbbi történet, nyilván a törvényszéki palotának és a törvényháznak már korábban is volt egy kisebb börtön építménye rögtön bent az épületben, hát ugye amikor itt az ítélet végrehajtás, illetve büntetés végrehajtási funkció ugye kialakult ebben a tömbben, akkor került ez a börtönfogház tulajdonképpen kialakításra. A Szegfi Gyula utcán egy kicsit a városból kifelé tovább haladunk, már is egy gyönyörű iskola épülettel találkozhatunk, ez pedig a Rákóczi iskola piros téglás épülete. Gróf Klebelsberg Kuno, székesfehérvári kötődésű egykori vallás- és közoktatásügyi miniszter volt az, aki egy iskolaépítési programot indított még a minisztersége idején, a 20-as évek második felében Magyarországon. Magának az iskolának a felépítésére már csak az ő halála után kerülhetett sor, ezért róla is nevezték el egyébként egy polgári fiúiskolát
építettek itt fel 1931-32-ben, és aztán az ő tiszteletére felavatták. Néhány évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy most már talán 10 éve is, a tornacsarnokon elhelyeztek egy emléktáblát, természetesen az ő tiszteletére. És ez egy nagy hírű iskolája egyébként a városnak, tehát azért számos ismert, vagy akár kevésbé ismert személyiség végzett itt a falak között a 8 évben, és hát ugye számos vízivárosi és felsővárosi családnak a felmenői tagjai is itt töltötték a legboldogabb gyermekéveiket. Lényegesen régebbi épület lehet az Arany János iskolának helyet adó épület. Nem sokkal régebbi, 1928-ban épült fel a téli gazdasági iskola részére. Ez az iskola a környéken egy hatalmas nagy tangazdasággal, kerttel is rendelkezett. A Csutora temető környékén volt például egy ilyen nagyobb kert, illetve a környékbeli kerteket is előszeretettel vették igénybe. 1928-as maga az épület, és hogyha valaki arra felé sétál, akkor a főbejárat fölött láthatja is egyébként ezt az évszámot. Stílusában viszont nagyon különbözik. Stílusában abszolút más, hát ugye megrendelői igények alapján, illetve a tervezőnek az elképzelése alapján alakult ki tulajdonképpen ez a neobarokkos, illetve neoklasszicista stílusa. Megjöttünk azokhoz az épületekhez, amelyek jelenleg a NAV-nak adnak helyet. És hát azért ezek is már a kockás épületekre hasonlítanak, legalábbis egy kicsit vegyesen, de legalábbis jó részt. Igen, hát ugye a Szegfű Gyula utca felőli épület tömb, ami ugye az evangélikus templom és a parókia mögött található meg közvetlenül, 1970-ben épült Pásztor Lajosnak a tervei alapján. Ezt megelőzően a 30-as években, 1938-ra létesült itt egy vitézi székház. Ugye Horthy Miklósnak volt egy nagy kívánsága, egyrészt ugye több vitézavatás is volt Székesfehérváron, például 38-ban, hogy létesüljön itt egy vitézi székház, hiszen az úgynevezett székkapitányságnak volt itt egy vezetőség ugye Fehérváron, és ez volt a Fejér megyei vezetőségnek a székhelye. Itt épült egy hétvezér étterem is egyébként ebben az épület komplexumban, Schmidt Ferenc tervei alapján készült el ez az épület együttes, és ez elé húzták fel 1970-ben ezt a kocka épületet. Még az az érdekessége ennek az épületnek, hogyha valaki a belvárosban jár, akkor az Oskola utca és az Ady Endre utca sarkán egy ilyen Zrínyi Miklósra kicsit emlékeztető vitéz szobrot találhat, a magyar vitéz szobra. Ómann Béla alkotása 1938-ban készült, és eredetileg a vitézi székháznak a homlokzatát díszítette. És bizonyára beszélünk majd róla még a belvárosban is. Visszaérkezünk a Szent Sebestyén templom közelében, amikor a Barátságházáról beszélgetünk, amely ma már nagyon sok funkciót ellát, és azért eléggé meghatározó épület azon a részen. 1937-38-ban, sőt az azt megelőző években, mondjuk úgy 32-33-tól ugye nagy építkezések zajlottak Székesfehérváron. A 30-as évek, illetve a 40-es évek eleje Csitári G. Emil polgármester nevével fémjelezve egy hatalmas nagy városépítési korszak volt Fehérvár életében. Az egykori Vegyes Dandár parancsnokságnak a helyén, ami az 1880-as években jött létre, egy modernista, funkcionális épület emelkedett fel 37-38-ban a hadtest parancsnokságnak az épülete, Hübner Tibornak a tervei alapján. A Hübnerekről még fogunk beszélni. Aztán ugye ez később részben városi, részben megyei tulajdonba került, és ugye egy művelődési intézmény szerveződött meg magában az épületben, és aztán ugye létrejött a Barátságháza, tehát ugye a szovjet-magyar barátság jegyében 1945 után, majd ebből lett ugye megyei művelődési központ, ma már egy művészetek háza jelzővel még ugye kiegészítve. Ha már a művészetekről van szó, itt az ideje, hogy beszéljünk a népviseletekről, amelyet ígértünk a nézőknek, hiszen nagyon meghatározó, és mint említetted, különbözik a többi városrésztől a felsővárosi népviselet. A népviseletek, talán az első népviseleteket a németek hozták be, mikor 1688-ban a török kivonulása után betelepítették őket a Szudéták vidékétől kezdve szinte Tirolig, és ők behozták magukkal a német viseleteket. De a magyarok soha nem akartak lemaradni, és nekik
ők is kitaláltak maguknak egy olyan viseletet, ami teljesen különbözött a falusi és sőt a város többi város részének a viseletétől is, ami négy alsó szoknyából állt, felső szoknyából. Éppen elég volt a lányok derekának elviselni ezeket a piké alsó szoknya, parget szoknya, meg volt mindegyiknek a maga funkciója, és nagyon szép réklikkel. A rékliknek az elkészítésére külön varrónőket alkalmaztak. Nagy dolog volt varrónőnek lenni itt Felsővároson, mert azok, akik nagyon ügyesek voltak, szépen smokkoltak, szépen darásfészkedtek, annyi munkájuk volt, hogy nem győzték a fiatal lányokat foglalkoztatni. Azok, akik viszont egy kicsit könnyedében vették, azokhoz esetleg kötényvarrásra került, meg az alsó szoknyákra. Maguk a viseletek színeiben mindenféle színt alkalmaztak. Viszont ki kell emelni, hogy a Fellmeyer gyár itt léte miatt a kékfestő anyagoknak az elterjedésében a felsővárosiaknak nagyon nagy szerepük volt, ugyanis hétköznapra nagyon kényelmes viselet volt. Alsó, felső szoknya, rékli, kendő, mindent lehetett belőle készítetni. Most a kendőt mondtam utoljára, még a kendőkötésnek is módja volt. Nem mindegy volt, hogy a kendőt hogyan kötötték meg. Napközben csak így, egyre. De hogyha kimentek a városba, ha csak a piacra mentek, akkor is csokorra kötötték még egyszer. Ez nevetségesnek tűnt akkor a többi városrésznek, hogy ennyire rátartjak a felsővárosiak, hogy még az sem mindegy, hogy hogyan kötik meg a kendőt. Hát igen, az volt, mert ennek is megvolt egy bizonyos praktikussága, ugyanis a kendő alatt egy konyhvédőt viseltek, ami általában papírból volt, és arra kötötték rá a kendőt. Ugye amikor városba mentek, akkor finomabb minőségű anyagból készült kendőket fordtak, és ezt ugye jobban meg kellett kötni, hogy ne csúszkáljon azon a konytarton. Hétköznapra meg többször is meghúzták, ahányszor csak oldódott. A kendőknek a minősége a Berliner nagykendőtől kezdve a selyemkendőig szinte felsorolhatatlan. A könyvből azt is el lehet olvasni, hogy mennyiféle anyagot használtak. A kendő viselésénél a fiatal lányok csak hajlom fent jártak. Ő rájuk kendőt adni a legnagyobb télbe se lehetett, hogyha ráfagyott a hajuk az arcukra, akkor sem. De mikor már férjhez mentek, akkor bizony a menyecske kendőt fel kellett kötni, és ahogy telt a kor, vagy özvegyültek, az szerint változtak a színek is. A déli kabátot nem viseltek általában, a nagy Berliner kendő, kockás kendő volt a viseletük, amit elég drágán lehetett megvenni, de azt hozzá kell tenni, hogy a felsővárosi viseletet lehetett akármilyen gazdag, annak több váltás volt, de akármilyen szegény volt, akkor is összekuporgatták rá a pénzt, hogy viseletbe járjon a lány és az asszony. A viseleteknek nagy divatja volt a bálokba. Ott aztán a brokáttól kezdve, a selyemtől a muszlinig, a lüszterig minden anyag felvonult, és a lányok olyankor általában rózsaszínbe, világos képbe jelentek meg, és korcsoport szerint a mamák vagy a kísérő nagynénik. A gyerekeknek is hasonlóan próbáltak viselethez hasonló ruhákat készíteni. Általában nagy létszámú családok voltak. A gazdagabbaknál majdnem olyan viseletbe jártak a gyerekek, mint a szülők. Hát viszont a szegényebbeknél kis szolidabb viseletben, de ahány gyerek volt, az mind egyformát kapott. A fiúknak a viseletük hát teljesen különbözött a nagy férfiakétől, mert általában térd alatti nyadrág, kis ing mellény
ez volt a hétköznapra. Viszont, hogyha ünnepre mentek, vagy első áldozni mentek, akkor szép ezüstgombos zakót kaptak a kisgyerekek is. A férfiak viselete egyszerűbb volt, mint a nőké. Fekete csizmanadrág posztóból, mellény, egres gombokkal, ezüst gombokkal és kabátokkal, zekékkel. Az ingjeiknek nem volt galléria, a válluk húzott volt, és hát erről is sokat tudnék beszélni. Ma is lehet látni a fehérvári táncházba, mikor felöltöznek a táncosaink, hogy bizony sok viseletet őriznek még. De az, hogy a viseleteket ez az 1930-as években kezdték elhagyni, annak az is oka volt, hogy már a közeledő gazdasági válság nem engedte meg az anyagoknak a behozását Magyarországra, és egyre kisebb volt a választék. Utána pedig tetszett a lányoknak az, hogy nem szorongatja a derekukat a sok szoknya, és minél egyszerűbben akarták megoldani a viseletüket, viszont akkor is jellemző volt, hogy nagy galléros ruhákba, általában nem olyan színes anyagokból készültek a ruhák egyszínből, és a kötényviseletük az, ami feltűnő volt. Nagyon sokféle kötény mintát találtak ki, oldalt, fodrostól kezdve, a lent körbe fodrosig, nagy zsebekkel. Hát ezeknek a nagy zsebeknek szerepe volt abba is, hogy mivel behordták a tejet a városba, biciklivel nagy teljes kannákba, és ugye a borra való akkor csak úgy volt divat, mint most, hogy jó, hogyha adták vagy kapták, azért mindig valamit kaptak a lányok a zsebükbe. És eznek örültek, és gyűjtötték a viseletre, de nem csak a viseletre, hanem a staférunkra. Mert hogyha a lányok viseletéről van szó, elsősorban, ha csak két viseletük is volt, egy hétköznapi, meg egy ünnepi, mindegyik arra gondolt, hogy elteszi azt a kis pénzt, amit kap vagy keres, és gyűjti a staférunkját, mert olyan lány nem volt felsővároson, akinek a megfelelő számú staférjunkja nem volt kész addigra, mire férhez ment. Sok-sok népszokás, ami fent maradt, és ez nagy öröm, de itt az ideje, hogy visszatérjünk az épületekre. A Fehérvár Televízió nézőinek azt ígértük, amikor ez a sorozat elkezdődött, hogy olyanokat tudnak meg épületekről, mondjuk olyan épületről, amely mellett naponta elmennek akár gyalog autóval, amit lehet, hogy nem is gondoltak volna. Például ilyen lesz a következő épület, amely a Zicsi-liget és a Dózsa-György sarkán található. Jelenleg egy banknak ad helyet, de hogy is született és mi is volt az valójában, kik taposták a köveit, ezt már Márttól tudjuk meg. 1937-ben épült fel a Magyar Nemzeti Banknak az épülete. Nagyjából a ma is látható állapotában és kiképzésében. Ugye ma már egy másik bank foglal itt helyet, ugye a Nemzeti Banknak a különböző székesfehérvári fiókjairól is érdemes lenne egy összeállítást csinálni, hogy hány helyen is volt megtalálható. Minden esetre a 30-as évek második felében ide költözött be. A már említett Hübner Tibornak a tervei alapján készült ez az épület, és ennek a szomszédjában közvetlenül ehhez csatlakozóan zárcsorú beépítésben épült fel egy bérház, a Nemzeti Banknak a bérháza rögtön a rákövetkező évben, ez az Zicsi-liget 11-es számot viseli. Ez már az a klasszikus, modernista bérház, amit mondjuk a Balatoni útnak a sarkán is láthatunk, hogyha a Vörösmarty tér felől kanyarodunk ki, illetve a város számos pontján. Eredetileg lapos tetővel épült egyébként, és aztán később kapott ez egy tetőtér beépítést már jóval későbbi időkben. A Hübnerekre egyébként is jellemző volt a funkcionalista tervezés, tehát amikor például Hübner Nándor a Vörösmarty Színháznak az első épületét tervezte, akkor ugye nagyon fontos volt neki az, hogy ne csak mutatós legyen ez az épület, de használható is. Az unoka Hübner Tibor ugyanígy tervezte például a hadtestparancsnokságot, a Víziváros kapcsán említett Rákóczi utcai
üzlet és bérházat, és ugyanígy tervezte természetesen ezt a bérházat is. Egy újabb családi tradíciót ismerhetünk meg, tehát Zicsirigetben maradunk, hiszen van ott még számos olyan épület, amelyről beszélni érdemes. Ilyen például az Zicsiriget egy szám, de mielőtt erről az épületről beszélnénk, én megkérdezném, hogy ez mióta jellemző, ugye szoktuk mondani azt a szakaszt, hogy ügyvédsor. Hát azt nem tudom, hogy ez mikortól eredeztethető egészen pontosan. Az biztos, hogy ma ez egy nagyon felkapott környék az ügyvédek számára, és pont amikor Erzsikével jöttünk a felvételre, akkor beszéltünk arról, hogy talán érdemes lenne az ott székelő ügyvédeknek egy kicsit felkarolni. Ha nem is a teljes házsort, de legalább azokat a bérleményeket, ahol ők helyet foglalnak, mert tényleg belülről azért nagyon szép lépcsőházak vannak, tehát még az eredeti lépcsőházak láthatók, de az épületeknek a külső homlokzatára azért ráférne már egy felújítás, egy frissítés. Beszéljünk akkor az egy számról. Az egyes szám az egy jóval korábbi létesítmény, mint maga az Zicsiriget. Ugye a József Nádornak a látogatása már szóba került a budai kapu, illetve a védművek bontása kapcsán. Ugye a Nádor utca elnevezést azt a látogatás után közvetlenül kapta a mai főutca, és erről a Nádor utcáról lehetett ugye kisétálni, például a Juhász templom, tehát a Szent Sebestyén templom felé, meg a külvárosokba, az úgynevezett promenádon, tehát a sétáló utcán, az allén, és hát ugye itt lehetett a Liget soron, az akkori Liget soron keresztül aztán ugye a külvárosok felé akár elhagyni a várost, akár egy nagyobb sétát tenni. Ezt ekkoriban Liget sornak nevezték, aztán később Erzsébet királynéről, Ferenc Józsefnek a feleségéről Erzsébet Liget sornak nevezték el, viszont már korábban is álltak itt különböző klasszicista paloták. Tehát ezek módosabb polgároknak a bérpalotái voltak, és jellemzően egyébként az építtetők lakták ezeknek a nagyobb részét. Az egyes szám az az enyingi előnevet viselő Wertheim kereskedő családnak volt egyébként a fehérvári székhelye. Ahogy az előnevük is mutatja, ők az enyingi birtokaikról származtatták magukat és a nemességüket, és aztán ugye ahogyan terjeszkedett a család, és terjeszkedett az üzlet, természetesen megjelentek a megye székhelyen, Székesfehérváron is, és az egyik első bérpalota, ami a Zicsirigetben épült, az az ő palotájuk volt, ugye az egyes szám alatt, az 1850-es években egy korábbi parasztháznak a helyén jött egyébként létre, és egy érdekessége az épületnek, hogyha valaki a Mátyás király körút felé megy tovább, akkor ott érdemes megnézni, a pince szinten a lábazatba be van építve egy római kori sírkőnek a töredéke. Ez ma egyébként az utcáról is látható, ha valaki a Magyar király felől megy tovább mondjuk a strand felé, vagy akár a Palotai út felé, akkor az útnak a túloldaláról is látható, de mondjuk a feliratot azt érdemes közvetlen közelről megszemlélni. De miért van ott, vagy hogy került oda, erről tudunk valamit? Ezt nem tudom megmondani. Amikor ugye például a romkertnek az építkezése történt, vagy jóval korábban a püspöki palotánk az építkezése, ugye az alap megerősítéseképpen építettek be különböző kültöredékeket. Nekem erős a gyanúm, hogy ez valami pince ablak lehetett egyébként korábban, amit aztán későbbiekben elfalasztak, hát egy megfelelő kültömböt sikerült ehhez találni. A Zicsiriget 4 szám oldalán látható Havranek József emléktáblája miért pont ezen az épületen? Ez a 4-es szám az úgynevezett Karlház. Karl György építési vállalkozó, ecet és likörgyáros épített, ugye Víziváros kapcsán a Karl család szóba került az ecet és likörgyárral. Ez ugyanaz a család. Tulajdonképpen ő volt a dinasztia alapító, tehát a gyáros, az első gyáros, és ennek a Karl családnak volt házassági rokonságában többek között a Havranek család is, amiből Havranek József, székesfehérvári városkapitány, az első tűzoltóparancsnok, és 1878-tól 1908-ig Székesfehérvár polgármestere származott, tehát velük állt rokonságban, illetve lakott is ebben az épületben természetesen, és ugye az ő emlékére készült 1991-ben Székely János Jenőnek az emléktáblája. Egy újabb emléktábla, a 7-es számon is láthatunk emléktáblát, ezt Keszei Istvánt ábrázolja. Keszei István író, költő, az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán írta be magát Székesfehérvár történetébe, hogyha a vele kapcsolatos legutóbbi olvasmány élményemre gondolok, Bobori Zoltán írta meg a Bástya utca című írásában azt,
hogy az egykori nyomda épületben, amiből állami nyomda lett, Pannonia nyomdavállalatból, ugye Bástya utcai épületben, ő például személyesen látta azt, hogy Keszei István a különböző röplapokat elhozza a nyomdából. Hát ez nagyjából olyan esemény lehetett, mint a Landerer és Heckenast nyomdának a felkeresése ugye 1848. március 15-én, tehát Fehérvárnak is volt egy ilyen nyomdai pillanata, és ez Keszei István nevéhez köthető. És ő volt az, aki a városi fiatalság és a diákság nevében Budapestről hazatérve az akkori tanácsháza, mai városháza erkélyén az első nagyhatású beszédet elmondta egyébként 1956 őszén. Ennyi épület után jól esik besétálni egy kicsit az Icsi-ligetbe. Nem sok olyan város van, amelynek szívében ilyen gyönyörű fás park található, amely persze emlékeket, szobrokat rejt magában. Ilyen az Ibli szobor. Igen. Ibl Miklós ugye nem csak a városhoz kötődik, de ehhez a környékhez is. Ugyanis a róla elnevezett utcában feltételezhetően volt megtalálható szülőháza, ma már ehhez kapcsolódóan különböző elméletek vannak, ugye vannak olyan történészek, építészek, akik azt mondják, hogy tényleg ebben az utcában, tehát az Ibl Miklós utcában, a lakótelepnek a túlsó felén volt megtalálható egy kis földszintes ház, ahol valamikor az Iblakkerek laktak, ez egy sváb család volt, és ők rövidítették ugye ezt az elnevezést, illetve egy másik elmélet szerint pedig a mai zeneiskolának az épülete adott otthont valamikor ennek a szülőháznak. Ezt nem tudjuk pontosan, minden esetre az egyik feltételezés az, hogy ezen a környéken látta meg a napvilágot, itt született, és ezért is méltó elhelyezése ennek a szobornak, az Icsi-ligetnek a sarka. Önmagában is tetszetős építmény, de amikor benépesül és zene szól belőle, akkor aztán abszolút nagy sikere van, ez pedig a zenepavilon igazán hangulatos és szép időkre emlékezteti a járókelőket. 1879-ben volt itt Székesfehérváron egy nagy ipar, termény és állat kiállítás, amihez egy tanügyi kiállítás is kapcsolódott, ez az akkori méntelepnek a környékén volt megtalálható. Ez a mai Lövölde utca, Deák Ferenc utca környéke, majd amikor a vasútvidékről, Búrtelepről beszélünk, akkor egy kicsit bővebben beszélek erről is. Minden esetre azt érdemes tudni erről a zenepavilonról, hogy Ötl Antalnak a vasöntő műhelyében készült ez. Palóci Placer Antal tervei alapján, építész tervei alapján, és ez a pavilon, mint az Ötl-féle öntödének egy ilyen kiállítási csarnoka volt megtekinthető ezen a kiállításon. Még azt is tudjuk, hogy ez nagyjából a mai orosz katonai temető környékén állt, a legdíszesebb pavilonok egyike volt. Ugye ezeket a pavilonokat ideiglenesen állították fel, tehát ha öntött vas építményről volt szó, ha csak egy favázos bódéról, mindegyiket elbontották. Ugye Zicsi Jenő gróf volt a nagy kezdeményezője ennek a kiállításnak, és ő volt az, aki a város számára egyébként meg is vásárolta ezt a pavilont, a város ékéül, és ezt a korábbi Erzsébet-ligetben helyezték el, amit egyébként Hübner Nándor tervezett. Ő nem csak építész volt, de tájépítész is, Hübner Tibornak a nagyapja. És aztán, amikor 1879 után ide került ez a zenepavilon, akkor Zicsi Jenőről nevezték el Zicsi-ligetnek, tehát azóta nevezzük így. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést is. Köszönöm vendégeinknek, Sükös Gézán és Schüller Erzsébetnek, illetve Váci Márknak. A Felsőváros történetét folytatjuk majd tovább, hiszen Zicsi-liget környéke és a Felsőváros maga még nagyon sok titkot rejt, amelyre kíváncsiak lehetünk, úgyhogy két hét múlva újra Városrészek titkai című műsorral várjuk a nézőket. Köszönöm, hogy itt voltak. Viszontlátásra!